Lassan 20 éve indult el Székesfehérváron a nyitott tornatermek program, melynek keretében kezdetben csak három, ma már 22 helyszínen, mint egy 20 féles sportot űzhet ingyen bárki. Ehhez természetesen sok ember munkájára van szükség. Köszönöm szépen azoknak a testnevelő tanároknak, gyógytornászoknak, edzőknek, akik hétről hétre vállalják azt, hogy több száz ember, több ezer embert megmozgatnak. A csúcsidőben heti 4-5 ezer ember is részt vett ezeken a sportfoglalkozásokon. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a város stratégiájában az egészségre nevelés, és ennek nagyon fontos része az a nyitott tornaterem program. Egyébként az Aktív Magyarország program keretében van terv a tekintetben, hogy ebbe egy országos program is legyen. A COVID-járvány a nyitott tornatermeket is becsukta, vagy jelentősen korlátozta. Voltak megszűnő és csak korlátozottan igénybe vehető szolgáltatások. De jó hírünk van április 4 -e hétfőtől, valamennyi helyszínen, valamennyi nyitott tornatermi program el tud indulni. Mindenféle kötöttség és, és óvintézkedés nélkül. Reméljük, hogy hosszú ideig ez így fog tudni menni. Úgyhogy buzdítunk mindenkit, hogy a város honlapján nézze meg a lehetőségeket, helyszíneket, és használja ki ezeket a lehetőségeket. Nagyon sokan

COVID időszak alatt is, hogy, hogy, nagyon hiányzik nekik. Ezért egyébként a város honlapján online módon otthon elvégezhető sportprogramokat is hirdettünk. Úgyhogy bízunk benne, hogy itt a tavasz jó idő van, és visszatérnek mindenki a nyitott arra termi programokra. Nyilván van kinti része is, hiszen nyilván akár a Nordic Walking és sok más futókörök klubjával együttműködve több helyszínen is, de nyilván az intézmények is várják a székes. Fontos tehát, hogy ezen a hétvégén a választás miatt még nem, de jövő héttől ismét lesznek díjmentes sportolási lehetőségek a megszokott helyszíneken, kivéve a felújítás alatt álló intézményekben, ahol egyelőre szünetelnek az aktivitások.